Jó estét kívánok, köszöntöm mindazokat, akik úgy döntöttek, a mai estét újra velünk töltik stúdió. Vendégünk Pordán Zsigmond, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei elnöke, és vele párhuzamosan úgy is beszélgetünk majd a későbbiekben, mint az országos szervezetnek, az ipari tagozatának vezetőjeként. Én arra kérném Önt, hogy még ugye elég régen beszélgettünk meg a VOSZ-ról, olyan sok mindent nem tudunk, de talán ha a beszélgetésünk elején egy kicsit helyre tennénk ezt a témát, hogy mi is igazából a feladat, a célja. Sokaknak Demján Sándorhoz kapcsolódik a VOSZ oda-vissza, de mi a helyzet jelenleg? Jó estét kívánok! Hát valóban 1998-ban Demján Sándor élesztette újjá a VOSZ-t, ami egyébként 1988-ban alakult, és a Palotás János nevéhez kötődött. Csak aztán ez a rendszerváltás után elhalt ez a szervezet, és Demján Sándor élesztette újjá. És 99-ben alakultak meg a megyei szervezetek, és igazából így vált széles körűvé a VOSZ, tehát országos hálózattá. Ami jelen pillanatban most már azt lehet mondani, hogy a legnagyobb vállalkozói érdekképviseleti vagy érdekvédelmi szervezet. Országos szinten olyan 24 ezer tagvállalata van, és büszkén mondhatom azt, hogy a mi megyénkben meg olyan 1000-1100 főre tehető a VOSZ tagjaink száma. Mit tudnak kínálni a VOSZ tagoknak? Háromféle tevékenységet sorolnák fel elsősorban, tehát a érdekképviselet, a második az, hogy szolgáltatás, tehát a vállalkozóknak a mi lehetőségeink szerint olyan szolgáltatásokat nyújtsunk, ami hasznos számukra. A harmadik pedig a primissima, illetve a megyei primadíjak révén a kultúra, tudomány, sport kiválóságainak a támogatása. Mennyire népszerű, ha szabad így fogalmaznom, a vállalkozók között az Önök szervezete? Nehéz tagot toborozni, vagy ha úgy tetszik, akkor sűrűn kopogtatnak az ajtón? Hát a szolgáltatások kibővítésének köszönhetően azt kell mondanunk, hogy komoly érdeklődés van a VOSZ iránt. Hát itt persze meg kell mondani, hogy ennek az egyik fő mozgatórugója a Széchenyi Kártyaprogram, amit a szintén Demján Sándor kezdeményezésére 2001-ben indult, és 2002-től a kamarával közösen létrejött a KAVOSZ ZRT, ami ugye a rövidítését tekintve kamara és VOSZ. És onnantól kezdve elindult egy országos hálózat kiépítése a Széchenyi Kártya program forgalmazásával kapcsolatosan, ami jelen pillanatban éli virágkorát. Mit kell tudni erről a Széchenyi Kártyáról? Tehát azt kell tudni, hogy most már a vállalkozók minden körébe, tehát ipar, kereskedelem, agrárium, tehát kiterjesztette a támogatási rendszerét, az azt jelenti, hogy nagyon kedvezményes kamat lehetőségek mellett lehet hitelhez jutni, ami felhasználható beruházásra, felhasználható forgóeszközre, tehát amire a vállalkozónak szüksége van, és most már komoly összegek, tehát ilyen 100 milliós nagyságrendben is lehet igényelni hitelt. Nyilván azért azt tudni kell, hogy ez hitel, és a nevében is benne van, hogy ezt majd egyszer vissza kell fizetni. Tehát ugyanúgy a bankok adják, ugyanúgy meg kell felelni azoknak a feltételeknek, ami egy hitelhez szükséges. Viszont mellé teszünk hitelgaranciát, és igazából egyszerű az igénylése, és nem kell saját vagyon mögé tenni, tehát ezért a vállalkozók körében ez nagyon népszerű. És hogyha nem kisarkítva ezt a témakör, de ha mondjuk a vállalkozók kamatmentes, vissza nem térítendő, és akkor inkább azt mondom, vissza nem térítendő hitelhez tudnának jutni most ebben a gazdasági helyzetben, az mennyire jelentene többletet? Hát az nyilván nagyon jó lenne, csak a Széchenyi Kártya nem erről szól. Tehát itt nem pályázni lehet, itt hitet lehet igényelni. Tehát vissza nem térítendő pályázatot a Széchenyi Kártya nem tud nyújtani, vagy csak nagyon szerény mértékben bizonyos programokon
keresztül, inkább a kedvezményes hitel, és az, hogy nagyon gyorsan hozzá lehet jutni, és ugye van egy mondás, hogy aki gyorsan, az azt kétszer ad. Említette a pályázatokat, milyen pályázati lehetőségek, vagy vannak egyáltalán kimondottan olyanok, ami VOSZ-os pályázatok, vagy országos pályázatokhoz tudnak kapcsolódni? Országos pályázatokhoz, és a VOSZ országos szervezete tud pályázni, tehát olyan az informatikai rendszerek korszerűsítése, akkor a vállalkozók, tehát tulajdonképpen az informatikai rendszerének elősegítése, tanácsadás, tehát ilyen célokra lehet pályázatot nyerni, amire el is nyert a VOSZ Országos Szövetsége, és ez jelen pillanatban most zajlik, és ennek következtében fog kibővülni ez az információs rendszer, ami a vállalkozókat segíti. Kik pályázhatnak ide, vagy egyáltalán van valami belső pályázati rendszer? Itt a VOSZ Országos Szervezete pályázott erre, és el is nyerte ezt a pályázatot. Tehát ez mondjuk egy VOSZ tagnak, aki mondjuk Komárom-Esztergom megyébe dolgozik, vagy tag, ahhoz hogyan jut el, milyen lehetőséget teremt ez a pályázat? Azt tulajdonképpen a VOSZ honlapján keresztül tud tájékozáshoz jutni, tehát olyan információhoz jutni, ami számára szükséges. Tehát külön névre szólóan ez nem lehetséges. Nem így működik. 5 tagozata van a VOSZ-nak. Én puskáztam, ipari, kereskedelmi, szolgáltatási, mezőgazdasági és egészségügyi. Ezeknek a hangsúlya az egységes, vagy azért vannak itt erősebb tagozatok is? Hát igazából még kiegészíteném egy hatodikkal, mert a női szekció is megalakult a VOSZ-ban, tehát a női vállalkozók egyelőre szekciója, és reméljük, hogy ebből tagozat lesz. Igazából az a lényege ennek, hogy a érdekvédelmi tevékenység, illetve a lobby tevékenység így ágazatokra bomlik, és így konkrét témákban lehet a kormányzattal tárgyalni, illetve részt veszünk olyan megbeszéléseken, akkor rendeletek vagy törvények előkészítésében, ami azt az adott ágazatot érinti, vagy tagozatot érinti. Például konkrétan most, ugye én az ipari tagozat elnökeként, nekünk most az egyik legfontosabb dolgunk az, hogy ezt a hulladékgazdálkodással kapcsolatos országos dolgokba próbáljunk bábáskodni, vagy segítkezni. Ugyanis azt tudni kell, hogy a hulladék az egyébként már a neve is sértő, mert az másodlagos nyersanyag, ami nagyon fontos akár energetikai szempontból, akár környezetvédelmi szempontból, hiszen egy alumínium, vagy egy réz, vagy egy vas másodlagos nyersanyagban, abba körülbelül 90-95%-nyi energia benne van, amit ugye a bányászattól kezdve a végtermékig összeadnánk, akkor gyakorlatilag ennyivel kevesebb energiát kell beletenni, és ugyanolyan termék lesz belőle. Na most itt egy új koncepció van országosan, és a MOL fogja megkapni ezt a koncepciót, de hát nyilván ezt most mindenki kétségbe van esve, hogy mi lesz, vagy hogyan lesz. Tehát ez a mi tagozatunknak most az elsődleges feladata. Mitől félnek? A szakmai szervezetek attól, hogy ha valami központosítva van, akkor az már bizonyos szempontból befolyásolja a piacot. Tehát nem tud véleményem szerint úgy működni, tehát egy vállalkozói szempontból, piacgazdaságként, hogyha egy valakinek a kezébe kerül, mert nyilván az túl erős lesz, vagy uram, bocsán, monopól helyzetbe kerülhet. Ezzel kapcsolatosan a többi szakmai szervezettel együtt írtunk a miniszterelnöknek egy levelet, amiben leírtuk szakmai érveinket, hogy ezt azért egy picit másképp kellene csinálni. Érdekképviseletet is említette, én emlékszem rá, hogy talán inkább azt mondom, hogy tanácsadóként is működő Demján Sándor. Ma ez a fajta érdekképviselet, ez a fajta közös munka, ez hogyan működik, hogyan kell elképzelni? Hát nyilván Demján Sándor egy nagy tekintélyű üzletember volt, akinek olyan kiváló gondolatai voltak, ami nem csak a vállalkozók számára, hanem országos szempontból is figyelemre méltó volt, és érdemes volt
megszívlelni, illetve érdemes volt ezeket a javaslatokat megvalósítani. Hát ugye az ő halálával ez átalakult, tehát a VOSZ érdekképviseleti tevékenysége is átalakult, akkor talán még sokan emlékeznek rá, hogy inkább ilyen kormánykritikus hangnemet ütött meg a VOSZ. Természetesen ez nem azt jelentette, hogy rossz szándékkal vagy oktalanul bírálni, hanem ez egy építő kritika volt. A Demján Sándor is, meg hát nyilván a VOSZ is mindig elismerte azokat a kormányzati intézkedéseket, amik elősegítették a vállalkozások fejlesztését, és nyilván bírálták azokat, amelyek nem a vállalkozók érdekeit szolgálta. A mai napra, vagy a mai viszonyok között ez megváltozott. Tehát most inkább az érdekképviselet olyan irányba ment el, hogy konkrét javaslatokat teszünk le a minisztériumok asztalára, amik beépülnek majd azokba a rendeletekbe, azokba a törvényekbe, amik segítik a vállalkozást, és ez sem egy rossz módszer. Megyei rendszerről beszélünk, önnek van nyilván összehasonlítási alapja, már nem csak azért, mert az ipari tagozatnak az elnöke, de hát gondolom valamikor összeülnek a megyei vezetők. Komárom-Esztergom megyét hova lehet rakni? Tehát milyen tendenciák érvényesek itt? Tehát egy jó létszámmal, egy jól prosperáló megyei szervezetről van szó, vagy próbálnak valamit tenni annak érdekében, hogy elérjék ezt a célt? Hát igazából ugye egy szervezet annál fajsúlyosabb, minél több tagja van, tehát a gazdasági súlya annál nagyobb. Én azt büszkén mondom, hogy Komárom-Esztergom megye a Budapest után, tehát nyilván lehet összehasonlítani, a második legnagyobb taglétszámmal rendelkezik, annak ellenére, hogy a legkisebb megye vagyunk. Tehát itt hangsúlyozom még egyszer, hogy nagyon nagy szerepe van a Széchenyi Kártya programnak, ami a mi megyénkben nagyon magas színvonalon van, és a VOSZ irodába lehet ezt igényelni, és az ott dolgozó kollégák, munkatársak, azok ezt nagyon magas színvonalon végzik. És ennek köszönhető elsősorban a nagy érdeklődés is. És meggondolom az ipari parkok miatt, hogyha már ipari parkokat is számításba veszik, onnan is vannak tagjaik, tehát mondjuk akár multinacionális cégek, igen. Csak külföldi tulajdonú cégek? Vannak tagjaink is, hát csak például mondom, a Magyar Suzuki is tagja a VOSZ-nak, a Komárom-Esztergom megyei szervezetnek, és a Tatabányai Ipari Parkból is több nagy vállalat, és erre büszkék vagyunk, de azért a többség az a mikro kis vállalkozások közül kerül ki, vagy egyéni vállalkozók közül kerül ki a VOSZ taglétszáma. Hogyha mondjuk az előző évet, nem inkább mondjuk azt, hogy a mostani évet, mert ugye még 2022-t írunk, hogyha mostani évet nézzük, vagy egy kicsit visszatekintünk még az előzőre, és akkor mi mondható el így először általánosságban arról, hogy a vállalkozók világa merre tart? Komárom-Esztergom megye az elmúlt rendszerváltás után, tehát az elmúlt időszakban nagyon komoly szerepet játszik az ország gazdasága szempontjából is. Tehát általában ott szokott lenni a harmadik, negyedik helyen, hogyha a paramétereket nézzük, tehát ami jellemzi egy megye gazdaságát, és ez nagyon jó dolog. Nyilván megvannak a problémák is, tehát most ugye az utóbbi években elég sok probléma jelentkezett a vállalkozások számára, tehát ugye volt a pandémia, ami miatt ideiglenesen be kellett zárni gyárakat, akkor ugye kiesett a munkaerő, tehát nagyon sok megbetegedés révén, és ugye túllettünk a pandémián, és akkor beütött az energiaválság. Az energiaválság az azt jelentette, hogy megnövekedtek az alapanyagok. Ez már a tavalyi évtől tapasztalható, tehát tavalyi év második felétől már tapasztalható volt, és akkor még nyakunkba kaptuk a háborút. Tehát ezek úgy összességében olyan kihívások elé állítják a vállalkozókat, amivel nagyon nehéz megbirkózni. És az a jó dolog, és itt ugye a VOSZ szolgáltató szerepét szeretném kiemelni, hogy
tudunk érdembe segíteni a vállalkozóknak, tehát a, mint említettem már, a Széchenyi kártya révén, és az örömteli, hogy a kormányzat bejelentette, hogy a 2023-as évre is, tehát meghosszabbítják a Széchenyi kártya támogatást, ami egyébként 270 milliárd forintos támogatást jelent, ami azt jelenti, hogy kamattámogatás. Nyilván ugye minél magasabb a kamat, annál többben kell támogatni ezt a kedvezményes 3-5%-os kamatot. Ugye a piaci kamatot figyelembe vesszük, az most olyan 15-18% talán, vagy a jegybanki alapkamat is annyi, tehát ahhoz képest egy nagyon nagy segítség a vállalkozóknak, hogy egy ilyen alacsony kamat környezetben tudnak hitelhez forrásul jutni. És hát van egy elég magas kétjegyű számú infláció. Igen, ez a másik probléma, és ugye félő az, hogy ennek még nincs vége. Tehát még a 23-as év egy nagyon nehéz év lesz, és azért az látszik már a 22-es évben is, hogy a ipari, illetve hát a GDP az csökkenő tendenciát mutat. Én azt gondolom, hogy ha a volumeneket nézzük, veszük figyelembe, akkor már talán kevesebb terméket gyártottunk az idei évben, független attól, hogy még a pénzügyi része az pozitívot mutat, hiszen a megnövekedett alapanyag, energiaár és az infláció miatt a vállalkozók is kénytelenek hozzáigazítani az áraikat, tehát gyakorlatilag az áremelésnek köszönhető az, hogy pozitívba megyünk. Én azt gondolom, hogy ez még folytatódik sajnos a jövő évre is. Ugye most a legnagyobb probléma a vállalkozók számára, hogy a többségnek új villamos energia ellátási szerződést kell kötni, és a villamos energia árak mondjuk a békebeli 20 forintos árról most olyan 200 forint körül, tehát az azt jelenti, hogy 10-szeresére nő a villamos energia költsége egy vállalkozásnak, és ezt be kell építeni az árba, vagy ki kell gazdálkodni, ami nem egyszerű dolog. Elhangzanak olyan vélemények is, hogy sok esetben indokolatlan az áremelés. Lehetséges, hogy van ilyen. Egyébként én annak vagyok híve, hogy vannak a piacnak törvényei. Tehát a piaci folyamatokba mesterségesen beavatkozni hosszú távon nem bölcs dolog. Uh-huh. Ezt gondolom, itt az ársapkákra gondol. Lehetséges az is. Persze nyilván ennek vannak szociális megfontolásai, ami szintén nem elanyagolandó. Csak kérdés az, hogy ez hosszú távon lesz, hogy fog jelentkezni. Mert ugye tapasztalhatjuk már most, hogy bizonyos tekintetben áruhiányt is generál, mert hát ha már vállalkozókról beszélünk. Tehát én azt nem tartom jó dolognak, hogy egy adott vállalkozóval kell megfizettetni azt, ami engedményt ad a kormányzat. Most konkrétan akár a üzemanyagára gondolok, akár a kiskereskedelembe az ársapkákra gondolok. Ez azt jelenti, hogy ha ugye árubőséget biztosítanánk abból, tehát egy kereskedő szemével, hogy ami ársapkás, az azt jelenti, hogy drágábban veszi meg a nagykereskedőtől, mint amennyire neki el kell adni. Tehát nyilván ez nonsens. Mennyire okoz ez feszültséget szervezeten belül? Tehát a tagság mennyire, hogy mondjam, kritikus, vagy ha úgy tetszik, mennyire elfogadó? Hát igazából ez egy helyzet, amit el kell fogadni, nem örülünk neki, de hát bízunk abba, hogy majd visszaáll az a normális állapot, mint ahogyan most már ugye az üzemanyagnál kezd visszaállni, mert ugye a kereslet kínálatnak kell, hogy vezéreljen egy gazdaságot. Hogyha nem ez szerint történik a dolog, akkor valami nincsen rendben. Hogyha témát váltunk és nagyobbat ugrunk, akkor a kulturális szolgáltatás, vagy primissima díj, ez egy nagyon jó kezdeményezés. Ez mennyire tart még, hogy mondjam, tudta megtartani az értékét, mert nyilván amikor elkezdődött, akkor erre mindenki nagyon figyelt, mindenki büszke volt, és ez egy olyan folyamat volt, ami úttörő. Most ennek nyilván, hogy meg kell őrizni az értékét, meg kell őrizni a színvonalát, mennyire nehéz feladat ez akár megyei szinten, vagy akár országosan.
Én ott kezdeném, hogy amikor ez egyáltalán létrejött, hogy vállalkozók napját rendezhetünk. Tehát az első vállalkozók napja az Demján Sándor kezdeményezésére 1999-ben volt, ahol a vállalkozók közül a legjobbak év vállalkozója díjat kaptak. Gondoljunk bele, a 90-es években az a szó, hogy vállalkozó, az legfeljebb a híradók bűnügyi rovataiba, vagy az újságok bűnügyi rovataiba jelent meg. Tehát az, hogy vállalkozó, a napjainkban már egész más társadalmi megítélést kap. Tehát a vállalkozó ugye munkát ad, a vállalkozó részt vesz a társadalmi szerepvállalásba, tehát akármilyen cégek, tehát a kisebbek is a lehetőségeikhez képest részt vesznek ebbe. Akkor támogatják a primissima révén a tudomány, a kultúra, a művészeteket, ami szintén a Demján Sándor kezdeményezésére 2003-ban került először átadása a Prima Primissima díj Budapesten, amit 10 éven keresztül Demján Sándor saját vagyonából finanszírozott, amit aztán most már az OTP átvett, és 2005-től jelentek meg ennek a kis testvére a megyei Prima díjak, ami szintén egy óriási dolog volt, hiszen a megye vállalkozói összefognak, és ez a mai napig is tart, és a mai napig is önzetlenül támogatják ezt a nemes célt. Annak ellenére, hogy nehezebb gazdasági körülmények között mozognak? Így van. Van ennek a folyamatnak, hogy mondjam, olyan jellegű, hát inkább úgy kérdezem, hogy hozadéka annak, aki ad. Ez egy önzetlen folyamat, vagy valamilyen szinten azért megjelenik ez, hogy ki az, aki ebben az adományozási folyamatban részt vesz. Ez saját példánkon is mondom, mert nyilván, hogy a Tatai Televízió köszönhetően a megyei vállalkozóknak prima díjas lett, de mi nem tudtuk azt, hogy például azon kívül, hogy önnek személy szerint, vagy a VOSZ-nak megköszöntük, hogy kik azok, akik hozzásegítenek mondjuk egy ilyen díj tartalmának a biztosításához. Szebben nem tudom megkérdezni, ne ragudjon. Hát a tapasztalat az, hogy körülbelül 80-100 vállalkozás támogatja a kisebb-nagyobb összeggel, tehát mindenkinek a saját lehetősége szerint. Ez azt jelenti, hogy van a megyei szervezetnek egy számlaszáma, amire mi egy támogató levél kiküldése után, tehát várjuk a támogatásokat, és ugye ide érkeznek be az összegek, és akkor ebből körülbelül olyan, mert hiszen 10 jelöltet hívunk meg a gálára, ami általában olyan 80 és 100 jelölt közül választódik ki 10 kategóriába. És ugye az a mottónk, hogy onnan senki nem megy el üres kézzel. Tehát az is kap valamiféle értéket, aki nem lesz mondjuk prima díjas, mert mindenki nem lehetne, bár mindenki megérdemelné, mert az a 10, aki oda bekerült, az a kategóriájának a legjobbja. Tehát azon kívül már nyilván nem lehet a körtét az almával pontosan összehasonlítani. Tehát egy művészet meg egy sportnak az összehasonlítása az nem egy egyszerű dolog. Ott már azért a támogatók szavazatai döntenek, amiben azért nyilván van egy kis lokálpatriotizmus, van egy kis szimpátia, tehát az már nem a patika mérlegen kimért teljesítmény, de én azt gondolom, hogy bárki, aki a 10-be bekerül, az megérdemli, hogy prima díjas legyen. Beszélgessünk egy kicsit a jövőről is. Milyen év elé néznek, legalábbis az előrejelzések mit mutatnak? Én onnan kezdeném, hogy 2021-ben volt tisztújítás a VOSZ-ban, tehát országos szinten, és akkor az új vezetés kialakított egy 5 évre szóló stratégiát, hiszen 5 évre válasszák a VOSZ vezetőit. És ennek a stratégiának a része az, hogy az eddigi értékek megtartása mellett a szolgáltató funkcióját növelje a VOSZ. Tehát ennek köszönhető az, hogy elindult egy olyan folyamat, hogy szolgáltató irodák alakulnak ki a megyékbe, ami eddig ugyan létezett, de csak ilyen albérletbe
például nagyon sokáig az én saját cégem adta a helyiséget, ahol a VOSZ iroda is működött, később bérletet fizettünk ezért, ahol működött. Most azt kell mondani, hogy van egy impozáns irodánk, ahova szívesen bejöhet minden vállalkozó, és a Széchenyi kártya igénylésen túlmenően tanácsadással is szolgálunk a vállalkozók részére. Tehát, hogyha valaki nem Széchenyi kártyát igényel, de akár pénzügyi vagy gazdasági tanácsra van szüksége, amit a cégénél fel tud használni, azt ott a VOSZ irodába ingyen és bérmentve megkapja. Ez most nem olyan régen nyílt Tatabányán, helyileg hol van? Ez a Tatabánya főtéren van, Tatabánya főtér 8/B, az új épületek, aki azért jártos Tatabányán, a megyében mindenki megfordult, már gondolom Tatabánya főterén. Tehát ott várjuk az érdeklődőket, a vállalkozókat, és hát büszkén mondhatom azt, hogy itt is élen járunk, hiszen másodikként nyitottuk meg a megyei irodákat, tehát Székesfehérváron történt az első, ami a nyáron gyakorlatilag megnyílt, de ők még keresik az utat, hogy milyen irányba induljanak el nekünk, ez már megvan, tehát tudjuk azt, hogy a Széchenyi kártya forgalmazás és a tanácsadás lesz a fő területe a irodának. Hogyha kicsit általánosságban nézzük és visszakanyarodok az előző kérdéshez, tehát milyennek tervezik, milyennek gondolják a 2023-at? Nehéz év lesz, tehát azt már előjáróban is mondtam, hiszen nagyon sok bizonytalanság van, tehát nem tudjuk azt, hogy az európai gazdaság hogyan alakul, mert hiszen a magyar vállalkozások nagyon nagy mértékben függnek mondjuk egy német gazdaságtól, vagy ahova exportálunk, tehát én a saját cégemen keresztül, mint egy érzékeny műszer, tapasztalom azt, hogy alakulnak ezek a dolgok, és én úgy látom, hogy van egy kis visszaesés ezen a területen. És most nem akarok makrogazdasági dolgokba bemenni, de a statisztika is ezt mondja, hogy ugye csökkent a külkereskedelmi egyensúlyunk, tehát gyakorlatilag romlott, tehát azt jelenti, hogy többet importálunk, mint exportálunk. Tehát itt az lenne a cél, hogy visszaállna az a normális helyzet, hogy inkább pozitív legyen ez is, és akkor majd a magyar gazdaság is el tud indulni fölfelé, és én azt gondolom, hogy kis lépésekkel, de talán vissza lehet szorítani az inflációt, csak én azt gondolom, hogy ehhez piaci körülményeket kell biztosítani, mert anélkül ez nem fog menni. A forint árfolyama mennyire befolyásolja az önök tevékenységét? Elhangzik, hogy egy olcsóbb, könnyebben eladható, tehát hogyha a forint árfolyamát nézzük, ugyanakkor meg a másik része az, hogy de hát azért a bevétel azért csak jobb? Hát ez kettős dolog, mert azok a kisvállalkozások, akinek nincs exportja, őket nagyon súlyosan érinti ez. Hát gondoljunk bele, hogy mondjuk 9 hónappal ezelőtt még 370 forint volt az euró, most meg 410. Tehát az azt jelenti, hogy ugyanaz a termék, amit ő gyártott, gyakorlatilag 10%-ot leértékelődött. Tehát vagy tudja érvényesíteni ezt, vagy nem tudja érvényesíteni. Nyilván azok, akik exportra termelnek, azoknak ha forintra átváltják, akkor ők idézőjelben jól járnak. De hogyha ha mi igazából a gazdasági teljesítményt mondjuk euróba számolnánk, akkor azt jelentené, hogy nem nagyon tudunk előbbre jutni, mert mondjuk lehet, hogy 5 évvel ezelőtt vagy 10 évvel ezelőtt is ugyanannyi euró volt a mi árbevételünk, mint ami most. És ugyanakkor azt lehet mondani, hogy majdnem megduplázódott forintba az árbevétel. Tehát én azt gondolom, hogy valami stabilitást kellene biztosítani ezen a téren is. Mennyire rugalmasak a vállalkozások? Itt arra gondolok, hogy statisztikák mutatják, hogy megszűnt, újjak alakultak, volt hullám abban, a megszűnésben volt hullám abban, hogy új vállalkozások, vagy éppen átalakultak más formába. A VOSZ-nak nincs erre vonatkozóan
hiteles statisztikája. Én azt gondolom, hogy elég sok vállalkozás fog bajba kerülni az elkövetkezendő időszakban. De csak reménykedünk abba, hogy a Széchenyi kártya révén, tehát itt nagyon sok vállalkozást idézőjelben meg tudunk menteni azzal, hogy forráshoz jut, és akkor esetleg ez biztosíthatja ezt a nehéz időszakban a túlélést. És akkor ez a szakmai tanácsadás valamilyen szinten akkor ebbe be tud segíteni a vállalkozóknak, amit hangsúlyosnak éreznek? Hát azt gondolom, hogy igen, meg ugye a VOSZ irodában annyiban más egy picit, hogy itt nem csak az ügyintézés folyik, hanem kvázi egy hitelbírálat, egy hitelminősítés is folyik. Ha bejön egy vállalkozó és mondja, hogy nekem kell 10 millió hitel, akkor a ott dolgozó kolléganő megnézi azt a árbevétele, meg hát a mérlege alapján, hogy egyáltalán reális-e, tehát hitelképes-e 10 millióra, mert lehet, hogy csak 5 millióra, de akkor az biztosan meg fogja kapni. És ennek az előszűrésnek az a lényege, hogy aki igényelt és benyújtotta, az a irodánk által igényelteknek a nagyon döntő többsége megkapja a hitelt. Tehát viszonylag jó az előszűrés. Mennyire tudnak pozitívak lenni egy ilyen helyzetben? Hát azok vagyunk pozitívak. Nyilván meg kell tenni mindent, amit lehet. És erről egy Bethlen Gábor idézet jut eszembe, hogy nem lehet mindig megtenni, amit kell, de mindig meg kell tenni azt, amit lehet. És a VOSZ is így van ezzel. Hát ez tökéletes végszó is. Köszönöm szépen, elnök úr, a beszélgetést. Én is köszönöm. Nézzünk pedig megköszönöm megtisztelő figyelmét, további szép estét kívánok.